társasház épül Nyíregyházán. A beruházó cég ügyvezetője azt tapasztalja, hogy egyre kevesebb a jó szakember Magyarországon. Sokan külföldön vállaltak munkát a válság idején, akiket szerinte nem biztos, hogy vissza lehet csábítani. Még akkor sem, ha esetleg 2016 második felében itthon is több lesz az építkezés. Ha ezek megjelennek a piacon, mondjuk az év második felében, akkor már elképzelhető, hogy nehézségekkel találjuk majd szembe magunkat. Alátámasztja ezt az is, hogy tudjuk régebbi kollégáinkról, akik esetleg külföldön dolgoznak, hogy nem igazán kívánnak a közeljövőben visszatérni, még azon az áron sem, hogy nem biztos, hogy feltétlenül a szakmájukban helyezkedtek el külföldön, hanem például szalagmunkát végeznek. Pedig a szakma fellendülést vár az év közepétől. Ez részben a brüsszeli pályázatok megnyitásától és a csok beindításától várható. Ezt Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke mondta el televíziónknak adott telefonos interjújában. Kitért arra is, hogy országos szinten a tavalyihoz képest idén 3500-4000-rel több új lakóingatlan építésére számítanak. Most, amikor 40%-kal kisebb a rendelés állománya az építőiparnak, mint egy évvel ezelőtt volt, akár nyugodtak is lehetnénk, de abban a pillanatban, amikor a piac élénkül, nyilvánvalóvá válik, hogy minden építőipari alapszakma hiányszakma ma Magyarországon, és az ország minden részén, így van ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén is. Az Évosz szerint a kiszámítható beruházási környezet és a folyamatos munka lehetőség segítene itthon tartani a szakembereket. A felmérések szerint jelenleg kőművesekből, ácsokból, bádogosokból és villanyszerelőkből van hiány az építőiparban.